Jó napot kívánok! Dénes Margit vagyok, a Csíkszeredai Livio Rebreanu Általános Iskolából. Szeretettel köszöntök mindenkit a Suli TV második matematika óráján. Ma folytatjuk tovább a lineáris függvény tanulmányozását. Elsőként egy példán fogjuk bemutatni azt, hogy hogyan határozzuk meg a függvényt, hogyha ismerjük a grafikus kép két pontját. És itt látható a példánk, határozzuk meg azt az elsőfokú függvényt, amelynek grafikus képe tartalmazza az A1-1 és B2-3 pontokat. Legyen az fx egyenlő ax plusz b az elsőfokú függvény általános képlete, a következő összefüggéseket írhatjuk fel. Az A pont eleme a függvény grafikus képének, következik, hogy f1 egyenlő 1-jel, másrészről viszont behelyettesítve a képletbe f1 egyenlő a plusz b-vel, ahonnan következik az a plusz b egyenlő 1 egyenlet. Ugyanúgy a b pontra felírhatjuk, hogy f2 egyenlő 3-mal és f2 behelyettesítve a képletbe 2 a plusz b, ahonnan következik, hogy 2 a plusz b egyenlő 3-mal. Továbbiakban megoldjuk az egyenletrendszert. Az első egyenlet mindkét oldalát megszorozzuk mínusz egyjel, így mínusz a mínusz b egyenlő mínusz egy, és 2 a plusz b egyenlő 3 egyenletrendszert kapjuk. Az egyenlet megfelelő oldalait összeadva kapjuk, hogy a egyenlő 2, és behelyettesítve az a plusz b egyenlő 1 egyenletbe kapjuk, hogy 2 plusz b egyenlő 1, ahonnan b egyenlő mínusz 1. Tehát a keresett függvény képlete fx egyenlő 2x mínusz 1-jel. A továbbiakban felmerülhet egy olyan kérdés, hogy ha adott három pont, akkor ezek vajon kollineárisak vagy nem. És ez az előbbiek felhasználásával történik. Kiválasztunk két pontot a három közül, és meghatározzuk azt az elsőfokú függvényt, amelynek grafikus képe ezeket a pontokat tartalmazza, és végül megvizsgáljuk, hogy a harmadik pont rajta van-e az előbb meghatározott függvény grafikonján. A következő témánk a grafikus kép és a tengely által meghatározott pontok koordinátáinak a meghatározásával fog foglalkozni. Mikor van erre szükség? Ha a feladat az alábbiak közül valamelyiket tartalmazza, a grafikus kép és a tengelyek által meghatározott háromszög területe, a grafikus kép és valamelyik tengely által bezárt szög-szög függvénye, különböző pontoknak a grafikus képtől való távolságának a meghatározása. Lássunk a következőkben néhány konkrét példát. Ha az OX-el való tengelymetszetet akarjuk megkapni, akkor y egyenlő 0 és y egyenlő fx, mivel hogy a grafikus képről beszélünk, innen következik, hogy fx egyenlő 0. Ha az y tengellyel való meccéspontot akarjuk kiszámítani, akkor itt x egyenlő 0 és y egyenlő fx, ahonnan y egyenlő f a 0 értékben. Lássunk egy konkrét példát. Adott az f R-en értelmezett és R-ből veszi értékeit fx egyenlő x plusz 2 függvény. Határozzuk meg a grafikus kép és a tengelyek által meghatározott háromszög területét, a grafikus kép és az OX tengely által bezárt szög mértékét, valamint az O pont távolságát a függvény grafikus képétől. És a fentebb bemutatott minta szerint az fx helyére behelyettesítjük a függvény képletét, tehát x plusz 2 egyenlő 0, ahonnan x egyenlő mínusz 2, így az A mínusz 2 0 koordinátai pontot kaptuk. Az y tengellyel való meccéspont mintája szerint kapjuk, hogy y egyenlő f 0, ahonnan y egyenlő 2, tehát a b 0, 2 koordinátájú pontot. Mivel hogy az értelmezési tartomány a valós szám halmaz, ezért megrajzoltuk a két ponton átmenő egyenest, amely a koordináta tengelyekkel bezár egy AOB háromszöget határoz meg, amely háromszög O-ban derékszögű, ezért a területe egyenlő AO szor OB per 2,
egyenlő 2×2/2, azaz két terület egység. Itt felhívom a figyelmet, hogy ugye AO az az AO hosszúságáról beszél, tehát nem negatív értéket veszünk. A kettős követelményben a szög mértékét kértük, tehát az AOB háromszög derékszögű, esetünkben OA egyenlő OB egyenlő két egység, tehát azt jelenti, hogy az OAB szög mértéke 45 fokos. Másképp, ha ez jobban tetszik nekünk, tehát a szög tangensét felírva egyenlő OB per OA, egyenlő 2/2, tehát ami egyenlő 1-jel, ahonnan következik ismereteink szerint, hogy a szög mértéke 45 fokos. A harmadik pont tárgyalásához legyen egy OM merőleges az AB-re, ahonnan felírhatjuk az AOB háromszög területét kétféleképpen, AO szor OB per 2, egyenlő AB szer OM per 2. Mindkét oldalt beszorozva a kettővel következik az alábbi egyenlőség, ahová az értékeket behelyettesítve kapjuk, hogy, és végigosztva két gyök-2-vel kapjuk, hogy OM egyenlő gyök-2 hosszúság egység. Végül tanulmányozzuk, mi történik akkor, hogyha a két függvény grafikus képének a meccéspontját kéri tőlünk valaki. Tehát ehhez legyen két függvény, két elsőfokú függvény, az elsőnek a neve és képlete fx egyenlő ax plusz b, a másik gx egyenlő cx plusz d függvények. És a két függvény metszi egymást az M pontban, és ennek a pontnak a koordinátáit szeretnénk meghatározni. Felírjuk a követelményt, hogy ez a pont rajta van az F függvény grafikonján, ahonnan fx egyenlő y-nal, ugyanakkor rajta van a G függvény grafikonján is, ahol ahonnan gx egyenlő y-nal, ahonnan kapjuk az fx egyenlő gx egyenlőséget. Egy konkrét példával szemléltessük ezt, tehát az fx egyenlő 3x-5 és gx egyenlő 2x-3 függvényeket tekintjük, és határozzuk meg a két függvény grafikus képei meccéspontjának a koordinátáit. Tehát az előbbi mintát felhasználva, itt látható, elérkezünk az fx egyenlő gx egyenlőséghez, ide behelyettesítve az 3x-5, illetve 2x-3 képleteket, rendezve az egyenletet, kapjuk a 3x-2x egyenlő -3 + 5 egyenletet, ahonnan x egyenlő 2. És az ordináta meghatározására behelyettesítjük a kettő értéket, vagy az F függvénybe, vagy a G függvénybe. Mi az F-be helyettesítettünk, tehát 3×2 - 5 egyenlő 1-jel, ahonnan következik, hogy a keresett pont 2 és 1 koordinátájú. Ezzel kimerítettük az elsőfokú függvény tanulmányozását. Az online oktatás lehetőségei miatt ez egy picit rendhagyó óra lesz. Mértani testekkel fogjuk folytatni a továbbiakban. Adott egy ABCD, A jelzett, B jelzett, C jelzett, D jelzett kocka, amelynek élhosszúsága A. A következőkben néhány kérdést fogok mutatni, és bátran el lehet gondolkodni a válaszokon, addig, amíg majd a válaszokat is mutatom. Közben lehet nézni a kockát élőben. Tehát lássuk a kérdéseket. A kockának minden lapja, összesen hány éle van a kockának, összesen hány lapja van a kockának, összesen hány csúcsa van, hogy számoljuk ki az oldalfelszínt, a teljes felszínt, testátlóját és térfogatát, és közben rá lehet nézni az asztalon lévő kockára. Jöhetnek a válaszok, tehát minden lapja négyzet, összesen 12 éle van, összesen 6 lapja van, összesen 8 csúcsa van, oldalfelszínét a 4A négyzetképlet adja, teljes felszínét a 6A négyzetképlet, testátlója egyenlő A gyök 3-mal, és a térfogat képlete
pedig a harmadikon. Gondolom, mindenkinek jól sikerült megválaszolni ezt a kérdést. Nézzük a következő lépésben. Adott egy ABCD A jelzett, B jelzett, C jelzett, D jelzett téglatest, amelynek méretei ABC. Itt is következnek a kérdések. Minden lapja, vajon milyen mértani alakzat, összesen hány éle van, összesen hány lapja van, összesen hány csúcsa van, a teljes felszín, oldalfelszín, testátló és térfogat képlete. Vajon hogyan számolódik ki? Közben lehet nézni az asztalon lévő téglatestet, és utána majd jönnek a válaszok. Tehát lássuk akkor a válaszokat. Minden lapja téglalap, összesen 12 éle van, összesen 6 lapja van, összesen 8 csúcsa van. Az oldalfelszín képlete kerület alapszor magasság, a teljes felszín képlete 2AB plusz 2AC plusz 2BC, és a testátlóját pedig a D négyzet egyenlő A négyzet plusz B négyzet plusz C négyzet képlet adja, valamint a térfogat képlete A szor B szor C. Továbbiakban nézzünk egy ABC, A jelzett, B jelzett, C jelzett, A alapél hosszúságú, szabályos háromoldalú hasábot. Nem sokára jönnek a kérdések. Minden oldallapja vajon milyen mértani alakzat, a két alaplap vajon mi az, az egyenlő oldalú háromszög területképlete, összesen hány éle van, összesen hány lapja van, összesen hány csúcsa van. Az oldalfelszín, teljes felszín és térfogat képleteit kérjük, közben lehet nézni az asztalon lévő testet, és mindjárt mutatjuk a válaszokat. Na nézzük, hogy sikerült. Minden oldallapja téglalap, két alaplapja egyenlő oldalú háromszög, az egyenlő oldalú háromszög területképlete A négyzet gyök 3 per 4, összesen 9 éle van, összesen 5 lapja van, összesen 6 csúcsa van. Oldalfelszíne egyenlő kerület alapszor magasság, teljes felszíne egyenlő oldalfelszín plusz két alapterület, és a térfogata V egyenlő terület alapszor magasság. Továbbiakban nézzünk egy VABC szabályos tetraédert, amelynek élhosszúsága A. Itt is következnek a kérdések. Minden lapja vajon milyen mértani alakzat, az alaplap területeinek képlete, összesen hány éle van, összesen hány lapja van, összesen hány csúcsa van, és ugyanúgy az oldalfelszín, teljes felszín és térfogat képleteit kérjük. Közben ott van az asztalon a test 3D-ben. Akkor lássuk a válaszokat. Minden lapja egyenlő oldalú háromszög, az alaplap területe A négyzet gyök 3 per 4, összesen 6 éle van, összesen 4 lapja van, összesen 4 csúcsa van, az oldalfelszín képlete 3-szor A négyzet gyök 3 per 4, a teljes felszín képlete A négyzet gyök 3, és a térfogat képlete alapterületszor magasság per 3. A következőkben adott egy ABCD EFGH kocka, és a kérdések, határozzuk meg a következő egyenesek kölcsönös helyzetét. AB és EH, AB és EH, AH és HC, HD és FB, AM és AE. Lássuk a válaszokat. AB és EH kitérő egyenesek, AH és HC metsző egyenesek, HD és FB párhuzamos egyenesek, AM és AE egybeeső egyenesek.
A következőkben nézzünk néhány gyakorlatot, ahol ki kell számolni bizonyos dolgokat, tehát adva van az előbbi kocka, amelyről tudjuk, hogy az élhosszúsága 10 cm, és kérjük, hogy számoljuk ki az AH-t, az MN-t, ahol az M és N a két él felező pontjai, az oldalfelszín teljes felszínt, az AEGC négyszög területét, valamint a térfogatot. És akkor most lássuk sorban. Mivel ADHE alakzat négyzet, ezért az AH egyenlő AD gyök 2-vel egyenlő 10 gyök 2 cm-rel. Az EAH háromszögben az MN középvonal, tehát MN egyenlő AH per 2, azaz 10 gyök 2 per 2, és kapjuk az 5 gyök 2 cm eredményt. Az oldalfelszín képletét használva írhatjuk, hogy FO egyenlő 4A négyzet egyenlő 4x10 a négyzeten, egyenlő 400 négyzetcentiméter. A D-alpontnál a teljes felszín képletét használva 6A négyzet egyenlő 6x10 a másodikon egyenlő 600 négyzetcentiméter. Aztán az AEGC négyszög, AEGC négyszög, egy téglalap, tehát területe egyenlő AE-szer AC, egyenlő 10x10 gyök 2, egyenlő 100 gyök 2 négyzetcentiméter. És végül az utolsó alpont, térfogat egyenlő A a köbön, egyenlő 10 a köbön, egyenlő 1000 köbcentiméter. Lássuk a következő lépésben. Itt néhány szöget kérünk, tehát AH, HC egyenesek által alkotott szöget, az EH és FB egyenesek által alkotott szöget, valamint az AH és CB egyenesek által alkotott szöget. Lássuk az első kérdést. Itt látható a szög megjelenítve. Tudjuk, hogy az AH, HC és AC lapátlók, ahonnan következik, hogy HAC háromszög egyenlő oldalú, tehát a keresett szög egyenlő AHC szögnek a mértékével, ami egyenlő 60 fokkal, lévén, hogy egyenlő oldalú háromszögben vagyunk. A B alpontban az ABFE négyzet, ahonnan következik, hogy az FB, tehát ez a kék él párhuzamos a piros éllel, ahonnan következik, hogy a kért szög egyenlő az EH és AE egyenesek által alkotott szöggel, az AEH szöggel, ami 90 fok, mivel hogy az oldallap egy négyzet. És az utolsó alpontot nézzük. Itt ABCD négyzet, ebből következik, hogy a BC párhuzamos az AD-vel, tehát akkor a kért szög egyenlő az AH és az AD egyenesek által alkotott szöggel, ami a HAD szög mértékével egyenlő, ami 45 fok, mivel hogy az oldallap egy négyzet. Nézzünk egy új típusú feladatot. Adott az ABCD, A jelzet, B jelzet, C jelzet, D jelzet kocka, határozzuk meg az AC jelzet egyenes és az ABC síkszögét. Itt láthatjuk az ábrán a zöld síknak egy darabját, valamint az egyenesnek egy darabját sárgával. Mielőtt rátérnénk a feladat megoldására, ismételjük át, hogy mit jelent egyenes és síkszöge. Tehát egyenes és sík szögén az egyenes és az egyenesnek a síkra eső vetület által bezárt szöget értjük. Na nézzük meg, hogy mit is jelent ez a vetület. Tehát abból a pontból, amelyik nincs rajta, nincs benne a síkban, merőlegest húzunk a síkra, és a talpontját, esetünkben a C pontot összekötjük a síkban lévő ponttal, tehát a fekete vonal fogja jelenteni a vetületet. Akkor jelenítsük meg a szöget, amit kértünk.
tehát nem lesz más, mint a sárga meg a fekete szakaszok által bezárt szög, és a felírás módja, tehát a síkot helyettesítjük a vetülettel, és értelemszerűen akkor a szög a céljelzett AC szög lesz. Nézzünk egy másik feladatot. Itt a B-jelzeti D-egyenesről van szó, és az egyik oldallap síkja által bezárt szög. Hogy melyik lesz, nézzük meg itt is akkor a vetületet a síkra. Tehát a B-jelzetből húztunk merőleges a síkra, és a merőleges talpontját összekötjük a B-jelzet D-egyenesnek a D-pontjával, amely benne van a síkban. Tehát a fekete és a sárga egyenesek által alkotott lila szög lesz a kért szög. Itt is a síkot helyettesítjük a vetülettel, tehát akkor a kért szög a B jelzett D A jelzett lesz. Következő feladatunk a BD jelzett egyenes és a DCC jelzett sík által bezárt szöget kérjük. Itt is nézzük meg, hogy hogyan alakul ez a szög. Tehát merőlegest húztunk a B-ből a síkra, ez értelemszerűen a kocka éle lesz, itt kékkel jelöltük, és a C-pontot, a merőleges talpontját összekötjük a D-jelzett ponttal, ő lesz a vetület. Tehát jelenítsük meg a szöget, a sárga és a fekete egyenesek által alkotott szög lesz, itt is a síkot helyettesítjük a vetülettel, és akkor a kért szög a B-D-jelzett C-szög lesz. Nézzünk egy másikat. Itt az A jelzett C egyenesnek a felső alaplappal bezárt szöget kérjük. Nézzük itt is az elemeket. Tehát C-ből merőleges bocsátunk a síkra, és a merőleges talpontját összekötjük az A jelzett ponttal. Megkaptuk a vetületet feketével jelölve, és jelenítsük meg a kért szöget. Itt van a lila, a fekete, tehát a vetület és az egyenes által bezárt szög. A síkot a leírásban helyettesítjük a vetülettel, és így megkapjuk a C-jelzett szöget. És lássunk egy utolsó feladatot. Itt a B-jelzett, tehát egy oldallap átló és az alaplap síkja által bezárt szöget kérjük. Nézzük itt is a szükséges dolgokat, tehát az A jelzetből merőlegest bocsátunk a síkra, és a merőleges talpontját összekötjük a B ponttal, és megkaptuk a vetületet. Nézzük a szöget, tehát a síkot helyettesítjük a vetülettel a leírásban, és így megkaptuk az A jelzett B A szöget. Ennyi fért bele a mai óránkba. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet!